épp a megnyitó ünnepség utáni magyar himnuszon vagyunk túl, és eredményhirdetés előtt beszélgetünk veled. Mennyire jó, hogy végre ismét hazai verseny, ami nem a Gyulai Memorial, nem OB, nem CB, nézők is vannak, és hát megnyerted. Én nagyon boldog vagyok, hogy megrendezték ezt a versenyt, és végre tudtam versenyezni, és nézők is kijöhettek a versenyre. Ez mindenképp pozitív számomra, és szerintem minden versenyzőnek erőt ad, hogyha nem egy üres stadionba kell versenyeznie, szóval szerintem ez mindenképp nagyon jó az egész atlétika számára, hogy ez beindult a fiatalok számára is, hogy újra nézhetnek atlétikát, és ez szerintem már nagyon kellett. Ugye nem itt a stadionban, hanem egy kicsit lejjebb volt a diszkoszvetés, a kalapásvetés, gerelyhajtás. Az időjárási körülmények mennyire befolyásolták mondjuk a ti versenyeteket? Az időjárási körülmények azok tökéletesek voltak, abszolút nem befolyásolta. Nagyon jó szél volt, nagyon jó időjárás, panaszra nincs ok. Mi kell, hogy meglegyen a 60 méter fölötti, jóval 60 méter fölötti dobás, ugye az olimpiai részvétel, a kvóta a legfőbb célod. Ugye az első dobásom az 61 méter felett volt, csak sajnos ráléptem a vonalra, szóval azt a mozgást kell bent tartani, nem kilépni, és körülbelül ennyi kell. Ilyen egyszerű? Mert ez elmondva könnyen. Hát ez ilyen egyszerű. Kicsit össze kell pakolni a mozgást, de igazából oda kell figyelni a technikai elemekre, és át kell emelni a 60 méter fölött. Mennyi segítséget jelenthetnek a következő versenyek ebben, hogy ott már legyen egy érvényes 61-62 méteres dobás? Igazából hátrébb kell menni, mert a roham nagyon felgyorsult, és most meg tudom nézni a következő versenyeken, mert most napról napra szinte versenyezni fogok, szóval nagyon örülök neki, hogy vannak ezek a lehetőségek is. Hiszen hétfőn és jövő szerdán is újabb verseny Prágában, illetve talán, ha jól mondom, Bécsben. Igen, most lesznek a versenyek, szóval most gyorsan hazamegyek, utána indulok ki Prágába, és utána indulok tovább versenyezni, szóval ez most egy nagyon sűrű program lesz, de nagyon örülök, hogy vannak ezek a versenyek. És a végállomás Tokió? A végállomás az mindenképp, azért meg fogok mindent tenni, hogy az legyen a végállomás. De ne is az legyen a végállomás, hát csak egy rész. Lesz. Csak egy részállomás. Igen, legyen. Még utána természetesen lesznek versenyek, és Tokió után is szeretnék versenyezni.